Szép estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit az Országos Széchenyi Könyvtárban. Én Boka László vagyok, az intézmény tudományos igazgatója, irodalomtörténész és ennek a rendezvénysorozatnak a koordinátora, egyúttal ennek a mai esnek a házigazdája játékos évad. Így neveztük el a kollégáinkkal ezt az új, immár hetedik tematikus évadot, az Országos Széchenyi Könyvtár irodalmi és kultúrtörténeti program sorozatának az évadját. Ahogyan az előző években a testes évad, az előtti években a propagandára építő évad, vagy éppen az 1910-es éveket bemutató évad zajlott, most nagy örömünkre és remélem sokak örömére a játék kerül központba, a játék kerül középpontba. Az emberi kultúra a játékban kezdődik, mondta Johan Huizinga, ahol a történész, és azt hiszem, hogy szavai alig, hanem mindmáig igazak. De mi is az a játék? Kosztolányi Dezső a játék című versében így ír, az különös, gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható, gömb és gömb és gyöngy gyűrű, bűvös kulcs és gyertyalángi a színes árnyék ördöglámpa, Nyilvánvalóan Kosztolányi sem csak a könnyed játszadozásra, a gyermekkori játszadozásra, vagy a játékra, mint eszközre gondolt, hiszen később így folytatta, játszom ennen életemmel, bújó, bújócskázom minden árnyal, és bizonyára sokan ismerik az akarsz-e játszani híres zárósorát, akarsz-e akarsz játszani halált. Egy kicsit játékosan, komolyan, tehát ebben az idei évadban gyermekkorunk fő foglalkozása, kerül elő, mely jelen van minden napjainkban, üzzük ezt minden nap, amikor csak tehetjük. Ahogyan az egyik kedves kárpátai barátom Baladé Károly írja, tőle idézek, valahol mindig perdül a kocka életünkben, pörög a rulett, valahol mindig felveszi egy, vagy lecsapja egy játékos a kártyalapokat, odább teszi a bábot, számokat x be a szerencsemezőben. Valahol mindig rúgják, dobják, elütik vagy megpöckölik a labdát, másút biliárdgolyók koccannak. Dominókövek illeszkednek egymáshoz, unalmat űznek a kirakott passziánszok, összerakott puzzle -képek és kitöltött keresztrejtvények. Példátlanul népszerűek a televíziós vetélkedők, milliók rángatják mindenütt a világban a nyerőautomaták karjait, naponta új és újabb komputeres játékok, Teszik próbára ügyességünket, kreativitásunkat, kombinációs és stratégiai készségeinket. Eddig az idézet, és akkor még nyilván nem beszéltünk színpadról, színházról, zenéről, sportról, irodalomról, egyáltalán a művészetekről, melyben azt gondolom lételemként van jelen a játék. Talán a játék korábbi is az emberi kultúránál. Az állati ősiségünkből hoztuk ezt magunkkal, a legősibb ösztöneink mélyéről tör fel, és a legkifinomultabb szellemi képességeinkben teljesedik ki. Talán ez a kettős érzelmi és értelmi összetettség teszi vonzóvá, izgatóvá, szórakoztatóvá, vagy éppen halálosan komolyá. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai első alkalom a nyelvi játék, nyelvi játék köré épül. Nagy örömömre szolgál, hogy Veszelszki Ágnes, nyelvész egyetemi docens, Elfogadta a felkérésünket, ő a mai est főelőadója, ahogyan eddig is az estek struktúrájának megfelelően az ő előadása után lehet kérdezni, hozzászólni. És szintén nagy örömömre szolgál, hogy elfogadta ma estére a meghívásunkat Bodrogi Gyula, a nemzet színésze, kétszeres Jászai Mari Díjas, Díjas színész, érdemes és kiváló művész. Nagyon örülök mindketten, hogy megtisztelték az Országos Széchenyi Könyvtárat. Az est zárásaképpen a szokásos struktúrának megfelelően az USK egyik kincse vagy kincs gyűjteménye kerül előtérbe. Ebben az esetben mi mást is választhattunk volna, mint Vörös Sándor kéziratokat. Itt majd a mellettem lévő tárlóban én fogom ezeket az est végén bemutatni. Én előre is mindenkinek jó szórakozást, tartalmas együttlétet kívánok, és egyúttal föl is kérem Veszelszki Ágnest az előadása megtartására. Még egyetlen egy játékos feladatom maradt. Mindannyian tudják, hogy az első évadnyitó programon sorsoljuk az előző évadnak a nyertesét, úgyhogy ebben az esetben megkérem kolléganőmet, hogy legyen segítségemre, és akkor rögtön egy játékkal kezdünk. Mindazok, akik az előző hónapok során összegyűjtötték és beküldték nekünk a szórólapokat, ők közöttük most egy értékes könyvcsomagot sorsolunk ki. Nem szabad oda nézni, azt mondták, nem szabad oda nézni. És a szerencsés nyertes Böde József. És örülünk, hogyha itt van ezek szerint. Köszönjük szépen, és akkor kérem nagy tisztelettel Veszelszki Ágnest, hogy tartsa meg előadást. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Nagy örömömre szolgál, hogy itt állhatok Önök előtt, és nagy örömömre szolgál az is, hogy egy gyönyörű napsütéses idő mellett, vagy ellenére ezt az előadást választották délutáni programként. Nyelv a játékban, játék a nyelvben, mit is jelent ez? Mit is jelent ez a kiazmusos szerkezet? Miről szól ez az előadás? Honnan, hová fogunk eljutni az elkövetkező 35-40 percben? Szó lesz játékról és szó lesz nyelvről, mindez a digitális kultúra, a digitális kommunikáció szemüvegén keresztül, hiszen a Corvinus Egyetemen a digitális kommunikációnak, a digitális kultúrának a nyelvi, nyelvészeti szempontú elemzésével, kutatásával foglalkozom. És két irányból, két szempontból lehet megközelíteni ezt a témakört, digitális kultúra, játék és nyelv, Beszélhetünk egyrészt az úgynevezett gamer nyelvről, a számítógépes játékosoknak a nyelvéről, hogyan is beszélnek azok, akik digitális játékokat játszanak, van-e sajátos nyelvváltozatuk, egyrészt erre fog fényderülni az elkövetkezőkben, másrészt pedig a digitális kommunikációhoz kapcsolódó szóalkotásokban milyen játékos, milyen nyelvi, kreatív megoldásokat figyelhetünk meg. Erre készüljenek, kérem a következőkben. De mielőtt ezt megtennénk, nem azzal kezdem, hogy akarsz-e játszani, de azért mégis. Játszunk egyet, hoztam egy játékot, kifejezetten a digitális kommunikáció szókincséhez köthető ez a játék. Kétféleképpen lehet játszani, ha már digitális, akkor lehet digitális eszközön, tehát hogyha van okos telefonjuk, és le lesték a Wi-Fi kódot itt az ajtóban, akkor kérem, hogy vegyék elő, és a kahút nem a kom, hanem pont itt oldalt írják be, mindjárt mutatom. A másik verzió pedig, hogyha nem készültek okos telefonnal, akkor van a hagyományos, az analóg verzió is, papíros alapon is ki lehet tölteni ezt a tesztet, és Rékát megkérem, hogy segítsen a kiosztásában, aki inkább papírozna, analóg verzióban játszana, az megteheti így módon is. Nézzük akkor ezt a játékot, és mutatom a digitális verzióját. Tehát ezt a kahoot.it oldalt kellene beírni, ezt kellene elérni. És azonnal jelzi a PIN-kódot, már fogom is mondani, minden játéknál változik, tehát a kahoot.it oldalon a 4972 ös kódot kell beírni, és aki ezt beírja, már csatlakozott is a játékhoz digitális formában. Mehet? Na, akkor indul! Jó, 9-9 digitális játékosunk van, és 50-nél is több analóg játékosunk. Fogják tudni ellenőrizni magukat a digitális verzió során. Na, akkor jöhetnek a kérdések. Hat kérdés lesz, ezekre lehet számítani. Mit jelent a BCC-z ige? És lehet látni azonnal a verziókat. Elektronikus levélről másolatot küld, ha ez akkor a pirosat kell megnyomni, sárga másol beilleszt, kedveskedik valakinek, vagy titkos e-mail másolatot küld. Melyik lehet a jó megoldás? Ezt kell itt megjelölni. Még tíz másodperc van a digitálisra, az analóg papíros verzióban pedig lehet gondolkodni időkorlát nélkül. Három másodperc, még egy választ várunk. Jó, valóban, aki azt jelölte meg, hogy elektronikus levélről másolatot készít, másolatot küld, jól tette, hiszen a CC az e-mail küldésben a carbon copy vagyis az indigós másolatnak a megfelelője, és innen származik ez az ige. Menjünk akkor tovább a következőre. Judy az első, és természetesen látjuk a ranglistát is folyamatosan. Ki vagy mi a láma, hanem állat, tehát nem az állatkerti verzióra kell gondolni, hanem egy másikra. Erőszakos, folyton nyerésre törekvő, számítógépes játékos, ügyetlen, kezdő, újonc játékos vagy felhasználó, egy programozóra vonatkozik, vagy pedig egy vírusfejlesztőre, és itt oldat lehet látni, hogy hány másodperc van még a válaszadásra ki is a láma. Megvan minden válasz lehetőség. Itt most jobban megoszlottak a válasz lehetőségek. Itt az ügyetlen kezdő újonc játékosra vagy felhasználóra vonatkozik ez. És miért is? Mert hogy az angol lame szó, amelyet úgy írunk, hogy lame, hogyha csúnyán mondom kiejtés szerint, nagyon-nagyon hasonlít a láma szóra, és így módon magyarították, kicsit népetimológiásan, kicsit uh, uh, hasonlítva ehhez a szóhoz. Tehát ügyetlent, uh, bénát, kezdőt jelent ez a szó. Nézzük a ranglistát, Borboja az első, és en a második. Mit csinál az, aki copy paste egy új ige, copy paste keresőportált használ, közösségi oldalon böngészget, játszik, vagy pedig máshol beilleszt. Még tíz másodpercünk van arra, hogy megadjuk a jó választ, még egy választ várunk a kilenc versenyzőből. Ó, nagyon helyesen mindenki azt jelölte meg, hogy máshol beilleszt, valóban az angol kopi, és pészt szavakat tartalmazza ez az összetételként keletkezett ige, és fonetikusan vannak leírva benne az angol kifejezések. Nézzük, a ranglistát Borbolya nagyon erőteljesen vezet, de nyomában Lohol Enmárt is. Mi a fotóbolt? A következő kérdés. Mit jelent a fotóbolt? Fotó megosztó oldal, online képgaléria, képszerkesztő program és webáruház. Két másodperc. Majdnem arányosak a szavazatok. Itt ez a képszerkesztő programra vonatkozik. Ez a Photoshop programnak a szó szerinti, gyakorlatilag tükörfordítása, amelyet az informatikus slangben nagyon gyakran használnak a Photoshop program megnevezésére. Tehát ez egy képszerkesztő programot jelent. Enn már átvette a vezetést. Aki xd az mit csinál? Csetel. Aki xd az nevet, aki xd az játszik, aki xd az pedig programot telepít. Vajon melyik a helyes válasz? Hú, meg is érkeztek a válaszok, és nagyon-nagyon helyesen tették, hogy a nevetet jelölték meg, hiszen erről majd szó lesz még az előadásban. Egy emotikorra vonatkozik ez, az XD-re, amelyet, hogyha elfordítunk, akkor egy mosolygó arcot mutat, és a fiatalok nyelvében az XD-zik egy mosolygó emotikonból, egy nevető emotikonból átvitellel, azt jelenti, jelentés átvitellel, hogy nevet. És az utolsó kérdés pedig, mi a THX? THX? Egy fájlformátum, egy zenekar neve, The Hollywood Express vagy egy új közösségi oldal, vagy a köszönöm, a tanksnek a rövidítése. Új, ezt nagyon gyorsan megválaszolták. Valóban, ez a köszönömre utal. Köszönöm, hogy játszottak, nem menjenek még sehová, most jön az előadás. Nézzük meg, hogy ki nyerte ezt a fordulót. Enmárt már lett az első, második egy gamer, és harmadik pedig Borbolya. Nagy-nagy örömmel gratulálok nekik. Térjünk akkor vissza az előadásra, és térjünk vissza a digitális kultúrára, a digitális világunkra. Betekintést kaptunk a szókincsen keresztül abba, hogy milyen is az a digitális kultúra, de egy kicsit nézzük meg rendszerezettebben, szisztematikusabban ezt a kérdést. Három fogalmat szoktak ennek kapcsán emlegetni. Egyrészt a homo a digitális embert, aki már nem analóg, nem papíron dolgozik, hanem digitális eszközökkel, digitális módon. Aztán sokat beszélnek, sőt egyre többet beszélnek az úgynevezett homo videnszről, aki nem a homo sapiens, nem a gondolkodó, nem az értelmes ember, hanem a néző ember. Aki nem gondolkodik, nem cselekszik, hanem néz, nézi a videókat például. És persze hozzá kell kapcsolni a mai témánkat, a homoludenszt, a játszó, a játékos embert. Hát azt hiszem, hogy mi mindannyian ezek is vagyunk. Választottam egy verses mottót ehhez a téma részhez, és természetesen Vörös Sándortól, ki mástól, hiszen az elő, vagy a mai este harmadik részében Vörös Sándorról lesz szó. A betűk csendje a papíron. Így hangzik egy két soros. De nem csak verses mottom van, hanem van egy képes mottóm is. Hogy minek is örül egy unoka az iPadnek, de csak akkor, hogyha az egy táblagépet jelent, és nem pedig egy szemre való kendőt, ahogyan ezt a nagymama értette és gondolta. És mi történik egy percen a net, egy perc alatt a neten? Az alatt, amíg ez a számláló körbeér, a Facebookra 850 ezeren jelentkeznek be. 156 millió e-mailt küldenek el egyetlen egy perc alatt. A Snapchaten, majd beszélhetünk erről is, több mi, közel 7 millió videót néznek meg. A Twitteren 350 ezer új tweet jelenik meg, új rövid üzenet. Ehhez gyanítom, az amerikai elnök is jócskán hozzájárul. A Spotify-on 46 ezer órányi zenét hallgatnak meg összesen egyetlen egy perc alatt. A Google-ben 3,5 millió keresés történik. A YouTube-on 4,1 millió videót néznek meg, a WhatsApp-on pedig egy üzenetküldő szolgáltatásban 29 millió üzenetet Mindez az alatt az idő alatt történt, amíg itt a körben végigértünk ezen a listán. Egy perc az életünkből. Mit is jelent ez? Az információ mennyiség a digitális világ hatására korábban elképzelhetetlen mértékben nő, növekszik. Azt is szokták mondani, az IBM-nek volt egy felmérése, hogy 2012 óta az emberiség évente megduplázza azt az adat és információ mennyiséget, amelyet termel. Tehát, hogyha visszamegyünk a barlang rajzokig, mint információig, és 2012-ig nézzük meg ezt, évente megduplázzuk az információ mennyiséget. Mivel is jár ez? Azt mondják egyrészt, hogy ez egyfajta tudásrobbanást jelent ahol az emberiségnek az össz tudása, az összadat és információ mennyisége hihetetlen mértékben megnövekszik, ám azért hozzá kell azt is tenni, hogyha ezt az emberek számára vetítjük, akkor az egyénnek a tudása arányosan csökken. És milyen hatása is vannak az emberre ennek az átláthatatlan információ mennyiségnek? Egy kicsit el kell keserítenem önöket az elején, hiszen egyrészt az ember érezheti azt, hogy abban az információ mennyiségben, ami például a világhálón elérhető, nem lehet eligazodni. Beírok egy kereső szót a Google keresőportálra, és kijön 56 oldalnyi találat. Hogy fogom én azt végignézni? Orientáltságvesztés, egyfajta elbizonytalanodás. Másrészt pedig éppen ennek kapcsán érezhetjük azt, hogy kognitív értelemben túl vagyunk terhelve, nem tudunk mindent befogadni. Ugye zárójelben megjegyzem, mondják azt is, hogy az embernek a figyelem küszöbe a korábbi 12 másodpercről az sem túl sok, 8 másodpercre csökkent az utóbbi időben. De hogy ne csak ilyen elkeserítő dolgokat mondjak, vannak ennek pozitív hozadékai is. Érezhetjük azt, hogy minden információ elérhető online. Nem tudom, hogy hogy kell följönni busszal, vagy mikor indul a buszom, megnézem online. Hol kezdődik az előadás, megnézem online. Miről is lesz szó itt egyáltalán, megnézem a Google-ben. Gyakorlatilag az információknak nagy többsége, nem úgy a kéziratok természetesen, elérhető online. És ahhoz, hogy ebben el tudjunk igazodni, ebben az információ halmazban, ebben az információ tömegben, új keresési technikákra van szükség. Másképpen kell kezelni egy könyvtáros információt, amelyet az ismerős és kedves könyvtáros elénk tesz, és másképpen kell kezelni egy olyan információt, amellyel a neten találkozunk. Azt mondják, hogy úgynevezett alakárt kultúrában élünk. Válogathatunk az elénk tett információk közül. Csak ez viszont tudni kell azt, hogy milyen is a jó információ, milyen is a hasznos információ, és milyen is az az információ, amely a megtévesztés szándékával jött létre. Azt is mondják, hogy a mindennapjaink mediatizáltak. Amikor megkérdezem azt, például a hallgatóimtól az egyetemen, hogy hogyan tartják a kapcsolatot egymással, barátaikkal, családjukkal, akkor azonnal egy nagyon-nagyon hosszú listát hoznak létre, ebből készítettem ezt a szófelhőt itt. Az első, amit azonnal mondanak, hogy érnek el valakit a kortársaik közül, a Facebooknak a Messenger szolgáltatásra. Azonnal és elsőként ezt mondják. Aztán utána elkezdik sorolni, hogy de még azért használjuk a Whatsappot is, használjuk a Snapchatet is, na meg a Vibert. Persze néha írunk e-mailt is, de legfőképp az oktatóknak. Ha nyilvános a dolog, akkor kiírjuk valakinek a Facebook falára. Néha megemlítik azt is, hogy fölhívjuk telefonon, bár az azért egyre ritkább. De az is elképzelhető, hogy az Instagramon készítenek egy sztorit, és azt megosztják az összes barátjukkal. Mit jelent ez? Naponta többször is választás elé állítanak minket ezek a technikák, technológiák, hogy hogyan is érjük el az ismerőseinket. Folyamatosan el kell ezen gondolkodnunk. De most azt hiszem, hogy nagyon megrémítettem önöket, úgyhogy jön egy kicsit lazább rész, mégpedig arról, hogy az egészen kicsik, a gyerekek mit gondolnak arról, hogy mi is a Facebook. Ez egy interneten terjedő sorozat, azt hiszem, egy kicsit lazíthatja ezt a túlságosan pessimistára vet hangulatot. A Facebook az egy közösségi háló, mondja egy óvodás, mindenki bele van gabajodva, ezt a nagypapa mondta. Azért az információ forrás még a papa. Nem tudom, mi az a Facebook, de karácsonyra azt kértem a Jézuskától. A nevérem a pattanásait nyomogatja és a Facebookot. A Facebook is egy ilyen bőrbetegség szerintem. A Facebookon lehet lájkolni, ha nagy leszek, megtanulok lájkolni, remélem nem olyan nehéz, mint a horgolás, mert az nem megy. A Facebook az egy olyan fényképezőgép, hogy ha a tükörben lefotózod magad, akkor belekerül az internetbe a képed. Hát bizony az óvodások szemével is nézhetjük, de nézhetjük a grafikusok szemével is ezt a kérdést, és akkor megint egy kis pessimizmus, de csak kicsi. A kommunikációnak a változását, az evolúcióját szokták hasonló ábrákkal szemléltetni. Ezen az ábrán az első írott szótól, a mozgatható betűtípuson át, amely Gutenberg nevéhez köthető, jutunk el a tömegkommunikációig, amely ezen az ábrán a kommunikációnak a csúcsát jelenti, itt azért lehet, hogy egy kis kétejt meg lehet ejteni, de azt mondja ez az ábra, azt jelzi, hogy az e-mail és a Twitter már egyfajta lefelé való, vagy lefelé vezető utat jelöl. És van még, van még ilyen, hogy milyen is a világunk most, amikor már nem tudunk egy ételt megenni anélkül, hogy lenefényképeznénk fényképeznénk és kineposztolnánk valamely oldalra. Másrészt pedig sohasem vagyunk egyedül. Valaki vagy valami, és az leginkább a kékesvénnyel világító eszköz mindig ott van mellettünk. És ha mindezeket végig gondoljuk, az alakárt kultúrát, az információ mennyiséget, a keresést, azt, hogy jelen van folyamatosan az életünkben az újfajta médium, a digitális médium, vagy digitális médiumok, akkor végig gondolhatjuk az is, azt is, hogy mindezek hatással vannak a nyelvre is. És milyen hatással van a nyelvre? A digitális kommunikáció hogyan hat? Egyrészt hat-hat az írástechnika révén. Gondoljunk abba bele, hogy más egy szöveg hogyha kézzel írunk, és más egy szövegbeviteli technika, hogyha gépen írunk. Éppen most hagytam ott az egyetemen a hallgatóimat, eszét írnak, ZH formájában, és kérdeztem, hogy ki fog kézzel írni, és ki fog géppel írni. Mit gondolnak, milyen arányban írnak géppel? Írnak kézzel. Azért megnyugtatom, hogy írnak 90% géppel ír. Csak, hát így is, így is felfoghatjuk, hogy ez csak. Befolyásolja azt. Vannak ezzel kapcsolatos vizsgálatok, csak nagyon röviden. Azt mutatják, hogy egyébként nyelvtanári tan, szemmel jobbak azok a fogalmazások, amelyek gépen születnek. Hiszen többet javítunk, visszatérünk, és használjuk esetleg a gépnek az eszköztárát is. Hozzá lehet ezt is tenni. Aztán változtat az íráson, az írásnak az eredményén az is, hogy billentyűzeten, vagy pedig érintőképernyőn írunk-e. Változik a helyesírás, nem beszélek róla. Olvasás és szövegértés. Egy képernyőn megjelenő szöveget másképpen olvasunk, mint egy papíron megjelenő szöveget, evidencia. De vannak ezzel kapcsolatban is vizsgálatok. Változik, bár hosszabb távon és nehezebben kimutatható módon a grammatika. Változnak a nyelvhasználati szabályok. Kit lehet tegezni, kit lehet magázni, kit lehet megbántani az interneten, és kinek a lelkivilágára kell nagyon vigyázni. Hogyan tesszük közzé a házasulásról a hírt, hogyan tesszük közzé a gyerekszületésről a hírt, hogyan tesszük közzé valakinek az eltávozásáról a hírt. Változik a képekhez való viszonyunk, és változik a lexika, erről lesz szó a továbbiakban, változik a szókincs, hiszen ez a legkönnyebben feltárható, a legkönnyebben megfogható terület. Erről lesz szó a továbbiakban a játék témakörében. Nézzünk meg néhány lexikai vizsgálatot sok-sok-sok példával. És ehhez is választottam, ehhez a fejezethez is választottam egy verses mottót, ugyancsak Vörös Sándortól nem meglepő módon. A szavak csepegése megindul bennem. Olvassa, aki tud magyarul. Mit is hoz magával a digitális kommunikáció a szókincs terén? Új szavakat, új szóalkotásokat és új szóátvételeket. Neologizmusnak hívják az új szavakat, az új kifejezéseket, és a neten megjelenő új szavakat netologizmusnak. Nézzünk meg néhány netologizmust. Ilyen netologizmus az egoszörföl vagy egoszörcsöl, mind a két változata ismerős. Ez azt jelenti, hogy valaki a kereső oldalon a saját nevére rákeres. Mindenkinek ajánlom, érdemes megnézni, hogy milyen tartalmak vannak fent rólunk. Nem lesz ez egoista hozzáállás, és nem is lesz narcisztikus hozzáállás, ha megtudjuk, hogy mit is találhat meg a hálón kereső. Aztán az insta, a rövidítése az Instagram képkereső oldalnak, vagy képposztoló oldalnak. De az instáziknak egy másik jelentése van gamer kontextusban. Aztán egy nagyon kedves szava, egy informatikus szlengből származó szó, ez a becsizmáz. A bút szónak szerint az angolban két jelentése van, egyrészt egy ige, betölt a gép, másrészt pedig bút formában csizmát jelent. És ez magyarban egy tükörfordítással becsizmázként jelent meg, tehát ha a gép betölt, akkor becsizmáz. Nem sokan használják ezt, egy ritka szó, de az informatikus szlengben lehet vele találkozni. És van egy átvitt jelentése is, hogyha valaki lassan ébredezik, akár egy hosszabbra nyúlt este után, akkor ő becsizmáz. Aztán bizony beszélhetünk Facebook gyanús fotóról, olyan képről, amely annyira jó vagy annyira rossz, hogy föl kell tölteni a Facebookra. És bizony egyre többet beszélhetünk a post vagyis az igazság utáni korszakról, amely az álhírekkel köthető össze. És hogy ki is találja meg az álhíreket, a bizonyos álhírvadász, és úgy tudom, hogy nem egy álhírvadász, de egy nagyon sikeres vadász van a körünkben, akinek később a beszámolóját meg fogjuk hallgatni. Nézzük meg néhány szót még műfajok szerint csoportosítva. Az e-mailekhez kötődik például az Emil, a Emil, és a detektívek. Vagy az evél egy sikertelen magyarítása az elektronikus leveleknek. Vagy az emlegetett, a bevezető játékban emlegetett CC, vagy a BCC, a titkos másolat, vagy az addol, amikor hozzáadunk valamit. Új szavak keletkeznek a blogok és fórumok kapcsán is, bár a fórumokat egyre ritkábban használjuk. Komment, post, gasztroposzt, vagyis gasztronómiai témájú közzétett információ, a vlog, videoblog, az én blog, rólam írt blog, a bloggerina, a női blogger, női weblaplókészítő, a kommenthuszár vagy internethuszár olyan valaki, aki nagyon eligazodik a kommentek és az internet világában, és az imho pedig egy angol rövidítés, in my humble opinion, vagyis szerény véleményem szerint csetelés, be right back, azonnal visszajövök. Pill, mom, tell, eh, THX, ezt emlegettük már szintén a bevezetőben. És nem véletlen, hogy a közösségi oldalakhoz kiemelten a több mint két milliárd felhasználóval rendelkező Facebookhoz is egy nagy szókincs csoport kapcsolódik, Mégpedig fészel, fácse, posztol, megpókol, tetszik el, light, gyanús, light folklór, bejelöl, letilt, megaláik, gigaláik, és tovább sorolhatnám a light-nak a különböző fokozott verzióit. Aztán közelítsünk egy kicsit a gémerekhez és az informatikai szakszavakhoz. A közszókincs részévé válik az informatikai eredetű szókincs is közkeletű már, a szkennel, az e-mail, nem lepődünk meg, ha valaki azt mondja, hogy alaplap, space, backspace, klikkel, iOS, operációs rendszer, kodek vagy béta, Esetleg fölkapjuk a fejünket, amikor azt halljuk, hogy kapcsa, mi is az, egy ellenőrző kód, amely látható itt az ábrán is, amely azt ellenőrzi, hogy nem vagyunk-e robotok. Vagy a bagos, bagzik, egy számítógép történeti érdekesség. Egy programra mondják manapság azt, hogy ha nem jól működik, hogy bugzik. De honnan is származik ez? Az angol bug bogár szóból. És miért is? Mert a kezdeti gépeknél, hogyha belerepült egy bogár, adott esetben egy moly, itt látható ez a dokumentált moly, egy gépbe, akkor az bizony hibát okozott. Hát, most már egy ilyen metaforikus jelentés átvitellel a bogár programhibát is jelent. És milyenek azok a gamer szavak? Nézzük meg. A játékosok nyelve a gamer szókincs. Kimaxoltam minden acsit az összes tavalyi FPS-ből. Nagyon sok angol átvétel van benne, és egyébként egy kollégámnak a 10 és 14 éves fia azt mondta, hogy ők soha az életben nem mondanának ilyet, mert hogy az acsit elérjük és nem kimaxoljuk, de én ez bizony kimásoltam egy beszélgetésből, és ott ez valóban megjelent. Mit is jelent ez? A kimaxol valamit elér, valaminek a végét eléri, az acsi achievement, valamilyen teljesítmény, valamilyen eredmény, és az FPS pedig a first person shooternek a rövidítése, vagyis a belső nézetű lövöldözős játékoknak a lövöldözése. Mit jelent ez? Elértem a legjobb eredmény mint az összes tavalyi lövöldözős játékban. Aztán ilyen szavak tartoznak ide, nagyrészt angol átvételek, mint a laggol, hogyha lassan tölt be a gép, késlelteti az információt, vagy a kempel, a kemp, camp, camping szóban megtalálható ugyanez, táborozik valahol, a headshot, fonetikusan leírva a fejlövés, headsát hent, a kipörget, valamit a végéig játszik, és az imba pedig az imbalanzra, a kiegyensúlyozatlanságra utal. És van még, ha már emlegettük ezt a lámát és a kazuárt az előadás elején, a nagyon jó játékos a pro, vagy HC, vagy hardcore játékos, aki akár professzionális módon is játszik, de minden esetre nagyon jó a játékban, aki pedig ügyetlen az láma, lém, béna, vagy noob, ez a katonai, amerikai katonai szlengből származik, ott a newbie, az újonc jelentéssel bír, vagy a kazuár, a casual gamer, aki csak néha játszik, de nem rendszeresen. És persze ide tartozik a magyarosan ejtve a taunt, a sértés, a sértegetés, amely szintén egyfajta játékos stratégia lehet. És hoztam egy idézőjelben vett gamer szót, az ASD-t, ami igazából nem is egy szó, bár szó funkcióban használják, ez egy billentyű kombináció, hogyha megnézik a billentyűzetet, akkor a W, A, S, D egymás alatt fölött helyezkedik el, és a játékokban nagyon gyakran ezekkel irányítják a karaktereket. És mivel ezt olyan sokszor írják le, sokszor ö, használják ezeket a billentyűket a játékosok, ezért ez szinte szóvá vált, aminek különböző funkciói vannak. Például, hogyha csetelnek egymással, de nincs mit mondaniuk, de szeretnék, hogy a nevük megjelenjen a közös cseten, akkor beírják, hogy ASD, úgyis rajta van az újjuk ezen a három karakteren. Vagy ha nem tud mit mondani, akkor azt mondja, hogy ASD. Vagy ha egyszerűen felháborodott, megdöbbent, akkor azt mondja, hogy ASD. Egyfajta töltelék szó az ASD. Hoztam ezzel kapcsolatban egy játékot. Ezt egy Facebook ismerősem tette ki, nem az én kedvemért, bár egy másik közös ismerősünk belinkelt alá, hogy netnyelvészeti elemzésre ez a Facebook poszt nagyon jó lehet. Van-e megoldásuk erre, hogy ez mit jelent? PUBG, squadba keresünk három négyet, TS legyél, ne legyél retard, ne knokedelj már a flyban, közheló. Ez egy Facebook poszt, gamer nyelvi, Mit, mit jelenthet vajon ez? Van-e megoldásuk? Magyarul van, tehát hogy úgy mondjuk a, a, azt hiszem, hogy az igékből kiderül nagyjából, hogy magyar szövegről van szó. Nagyon jó. Nagyon jó, valóban. Kiváló. Kiváló. Segítek, jó, oldjuk föl. Nem tudtam az egészet megfejteni. Van egy doktoranduszom, aki kifejezetten a számítógépes játékosoknak a nyelvével foglalkozik, Balogandi, és az ő segítségét kértem a megoldáshoz. Szóval a PUBG Squad az egy nagyon ismert játéknak a rövidítése, és keresnek még három-négy embert, hogy közösen tudjanak játszani. A TS azt jelenti, hogy legyen team speaked, vagyis tudjunk egymással hanggal beszélni. Tehát nagyon gyorsan kell játszani, nem tudnak közben csetelni, de fontos a kommunikációhoz, hogy a játékmenetet tudják együtt végigvinni. Ezért fontos, hogy szóban is tudjanak beszélni, vagy hanggal tudjanak beszélni. Legyél normális játékos, helyes volt a megoldás, valóban és ez is játék specifikus megoldás, de valamiből leesnek, és nem szabad már akkor kiesni, amikor a játék elején lezuhannak a helikopterből, vagy repülőből, vagyis ne essél ki már a játék elején, ne legyél annyira ügyetlen, ne legyél annyira láma, hogyha visszatérünk a korábbi kifejezésekhez. Megrémülhetünk, hogy mennyi idegen szó van ebben a három-négy mondatban, ha egyáltalán ezek mondatok, de nincs új a nap alatt romhányi versek következnek majd, és egy romhányi verset hoztam e, példaként, amikor a svábbogár megszólal. Magyarul beszél, Hörmálcú, én tudok ezt, tett, nekem van lakás, révizavi a ház mellett, bajdém szemétrakás. Én látok, ha spacírozni pemászok a házba, tetejüktől talpukjáig fel vannak ruházva. Hogyha téged nézlek, szó én magamnak is restellem. Nem szégyelzte magad, Dusvájn, így anyatojt mesztelen. Nixtol, nixör, csupasz potróh mutogatja. Satöbbi, satöbbi. Volt ilyen korábban is. A magyar nyelvben megjelentek szláv szavak, megjelentek török szavak, megjelentek latin szavak, megjelentek francia és német szavak. Most éppen az angol van soron. Tehát nincs új a nap alatt, mondhatjuk talán ezt. De azért hoztam még néhány újdonságot az előadás végére, néhány net specifikus akronimát, vagyis netre jellemző rövidítést. Ilyen az ASL, ilyen az OMG, vagyis az Oh My God, Ó Istenem felkiáltás, vagy a LOL, amiről a hallgatóim azt mondják, hogy tanárnő, ez már lejárt, lemez, már nem használjuk, már lel van, meg kek. Ez most az újdonság, de ez eredetileg azt jelentette, hogy hangosan nevet, hangosan felnevet. Vagy a TLDR, néha hallom, amikor szakirodalmat adok felolvasásra, hogy tanárnő, ez annyira hosszú volt, nem tudtuk elolvasni TLDR too long didn't read. És van néhány gesztus leíró kifejezés is, mint például a facepalm, ha valaki az arcát a tenyerébe temeti, a face felel meg az arcnak, a palm pedig a tenyérnek angolul, így módon jött létre ez a szó el, Viszont ennek a magyarítása nagyon izgalmas, az arcpálma, amely a palmnak nem a tenyér jelentését vette át, hanem a pálma jelentését. És ennek egy másik formája a gesztus leíró kifejezéseknek a headdesk. Ez azt jelenti, hogy valaki a fejét felháborodásában, megdöbbenésében, megrökönyödésében az asztalba ütögeti. Ígértem még néhány emotikon szót, például az XD-t, amely a következő evolúción ment végig. Az XD emotikon leírva egy igévé vált, tehát egy emotikomból, Ige képzővel, xd formában egy új ige keletkezett. De van egy másik változata is, a nagyon hangosan nevet, az a kettős pont dézik. És van egy másik forma is, amelyel az utóbbi időben lehet találkozni, ez egy nagyon friss fejlemény, ez a kacsacsőr hármas, hiszen számítógépen a szívet, a kacsacsőr, vagyis a relációs jel és a hármas karakterkombináció együttes leírásával lehet előhozni, és nagyon sokszor nem azt mondják, hogy szív, szívecske, hanem kacsacsőr hármas. Zárásképpen hoztam néhány netologizmust és tiniszlenget, amelyek szintén a játékos szóképzésre mutatnak rá. van -e esetleg megoldásuk, hogy mit jelenthet a goat? Nem, de nem kecskét jelent? Ajj, nagyon járatos a tiniszlengben, valóban. A minden idők legjobbja. A TBH. Aj, fantasztikus, kiváló. Beépített emberem. Gucci. Mi az, amikor valami Gucci? Az nem rövidítés. Valami nagyon menő, valami cool, valami nagyon vagány. BAE? A baby egyrészt, másrészt pedig úgy is feloldható, hogy before anyone else, mindenki más előtt. A legfontosabb, az én kedvesem vagy a barátom. A straight fire, ez olyasmi, mint a gucci, menő, trendi, divatos. Milyen a creepy, ezt szerintem nagyon sokszor lehet hallani fonetikus formában, magyar beszélgetésekben is. Creepy, ez nagyon creepy. Például a bohóc, az ijesztő bohóc, az ijesztőt jelent. És akkor jönnek veszélyesebb kifejezések itt a végére, amit, hogyha látunk a gyermekeink, vagy esetleg a unokáink, nem az enyém, hanem az önöké, beszélgetéseiben, akkor erre fel kell figyelni. Ez az ennyi... megmutatom. Meztelenül a gép előtt, aminél érdemes figyelni, hogyha ezt a rövidítést látjuk, hogy itt bizony valami olyasmi zajlik. És mit jelent a Netflix and Nem azt, amit itt van, hanem a Netflix egy filmszolgáltatás, a csill azt jelenti, hogy lazulás, de ez bizony egy szexuális közeledésre, és nem csak közeledésre utal. Érdemes az ilyen slang kifejezésre is odafigyelni. És bizony, hogyha ezekre a slang kifejezésekre az édesanyja odafigyelt volna, akkor nem esett volna meg vele ez a beszélgetés, hogy mit jelent az IDK, az LY és a TTYL. el A lánya válaszol, nem tudom, szeretlek, később beszélünk. Oké, akkor megkérdezem a nővéredet. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük, doktor Veszeszelszki Ágnesnek ezt az izgalmas, játékos és nagyon gucsi előadást. És akkor most van itt a lehetőség arra, hogy kérdések, hozzászólások hangozzanak el. Megkérem Réket, hogy legyen ebben segítségünkre. Lehet kérdezni bátran. Örsztármit most vagyok. Elhangzott Kostolányi Dezső neve. Kosztolányi Dezső neve az elején versekróla, versidézetek. És azon gondolkozom, hogy mit szólna hozzá, ha itt lenne ez a helyzethez, a mai helyzethez. Tudjuk, hogy ő nagy nyelvművelő és a nevvédő volt. És számtalan írása származott erről, származik ebből a témából. Nagyon sok felé tudósok, külföldi tudósok felé komoly dolgozatokat írt a magyar, a magyar nyelvvédelmében és felmerül, hogy a barátja és a, által az a zseni az egyetlen marha, ez a zseni, volt ez a zseni, a, ott köztünk az egyetlen zseni, hogy a, a Karinti Frigyes, a barátja, akivel együtt játszottak nyelvi játékokat is, ő mit szólna? Mind a ketten kiválóan tudtak angolul és fordítottak, ugye a Karintirek a Mici Karinti Maczkó is jobb, mint az eredeti, és sok mindenre gondolhatnék, és kérdés volt, mit szólnának hozzá? Most, ha válaszolnak, akkor azt tudom mondani, hogy egyrészt valószínűleg hát elég képet vágnának hozzá, és azt mondanák, hogy írnának róla valamilyen bírálatot, és nem biztos, hogy támogatnak. Másrészt viszont mind, a ketten nagyon befogadóak voltak, és, és olyan, olyan, ták, olyan területes, olyan szemmel nézték a világot, hogy valószínűleg megpróbálnak elsajátítani valamennyire, és ebben is játszanának. De úgy gondolom, hogy ezt a sok, ami, ami, ugye látom, fejlődik, és már, már ő sem tudja követni néha azt, hogy mit mondnak a fiatalok, azért valami határt szabna, mert, mert határtalanul elvész az, ami a lényeg benne. Most visszagondolok még arra, hogy az iskolában, a gimnáziumban nekünk is volt, és gondolom, ma is van mindenki egy saját diák nyert, de az csak az osztályon voltam mert olyan mondjuk hogy más nem értett. És nagyon jól szórakoztunk, és az osztály egy része ezt művelte is. Hát akkor még nem volt ilyen fejlett technika, de jó, úgyhogy ha valaki tud válaszolni, és van már véleménye, mit szólnák hozzá a nagyíróink, így a közelmúltból. Köszönöm szépen. 20 néhány évvel ezelőtt a legkedvesebb történelem tanárom, általános iskolai történelem tanárom azt mondta, azt mondta, hogy nem szabad föltenni azt a kérdést, hogy mi lett volna, ha. De azért játszunk el a gondolattal egy gondolatkísérlet erejéig. Nem tudok sem kosztolányi, sem karinti fejével gondolkodni, még véletlenül sem merészelem ezt tenni, de ahogy ismerem a, a munkásságukat, a szójátékok, a nyelvel való játék, a játékosság, a nyelvnek a kifordítása, a próbálkozás, a kísérletezés, ez mind a kettőjüknél igen-igen igen erőteljesen megjelent. És hogy, hogy most ezt támogatólag figyelnék, vagy bírálólag, hát ebben nem szeretnék én állást foglalni, nem merek az ő nevükben semmiképpen sem nyilatkozni. De hogyha hozzáteszük azt, hogy mi a különbség mondjuk a 20 évvel, vagy 30 évvel, vagy akár több évvel ezelőtti diáknyelvhez képest, az a különbség, ahogy ön is említette, a korábbi diák egy osztályra volt jellemző, vagy egy iskolára, vagy akár egy városra, hogyha tartották egymással a kapcsolatot. Itt viszont a digitális kommunikációban a továbbításnak a gyorsasága, egyszerűsége és a terjedése a nagy nagy különbség. Tehát, ha valaki kitalál,. Mondok egy nagyon profán példát: valaki kitalál egy új rövidítést, vagy egy új szó, szót alkot Nyiregyházán, az fénysebességgel megjelenhet sopronban is, azonnal, ha beszélget egy barátjával, barátnőjével. Tehát a terjedésnek a módja talán gyorsabb, könnyebb, egyszerűbb, de Diáknyelv mindig is volt, szleng mindig is volt, ez nem jelenti azt, hogy a, a köznyelvet ez bármilyen módon veszélyeztetné, tehát én azt hiszem, hogy ettől nem kell óvni. Érdemes fel, ö, felfigyelni ezekre a jelenségekre, dokumentálni ezeket, és talán megőrizni a következő korok számára, hogy ők is élvezhessék akár az arcpálmában, akár a becsizmázban rejlő nyelvi kreativitást. Tanárnő adna a gyermeke kezébe ilyen fiatal koron ilyen eszközt és még az jutott eszembe, hogy volt egyszer egy rége, régi, tévéadásban Hansburg ő a pszichológus, híres pszichológus mondta azt, hogy Igazából a gyerekeknek 7 éves koruk előtt nem, nem javasolná, hogy vizuálisan fogyasszanak bármilyen, tehát akkor még ugye tévé volt csak, mivel hogy ez nagyon bekorlátozza a, vagy, bocsánat, korlátozza a fantáziájukat. Tehát, hogy Ugye a megadott kép, képet fogják csak elképzelni, és nem fognak saját világot létrehozni, fantáziavilágot. A kibicnek a legkönnyebb. Nincsen még gyermekem. Tehát partvonalról nagyon könnyű beszélni, és nagyon könnyű a gyermeknevelésbe belebeszélni. Én addig a saját magam nevében nem nyilatkoznék, amíg nem vagyok benne ebben a, a helyzetben. Ami nagyon jellemző tendencia lehet, hogy a legkönnyebb egy mozgó, színes, szagos, persze túlzók eszközt odaadni a gyerekek kezébe, foglalják le magukat vele, és a legkönnyebb nevelési módszer, hogyha nem kell a gyermekekkel törődni. Amit törődni, tehát hogy ezen kívül nem kell őket szórakoztatni, vagy, vagy foglalkozni velük. Ami szerintem egy nagyon Érdekes tendencia lehet abban a bizonyos szilíciumvölgyben, vagy szilikonvölgyben, hogyha csúnyán fordítjuk le, uh, ahol ezeket az eszközöket előállítják, és ahol ezekre az eszközökre a programokat, az alkalmazásokat előállítják, azok a szülők a legskeptikusabbak az eszközökkel szemben. Tehát ők nem biztos, hogy Ransburgon nevelkedve, de ők. Nem adják oda ténylegesen 7-8-9-10 éves korukig a gyermekeknek, a saját gyerekeiknek azokat az eszközöket, amelyeket egyébként ők fejlesztenek ki. Azt hiszem, hogy ezen azért el lehet gondolkodni, de nem szeretnék ezzel semmit implikálni. Ez vonatkozik a is, hogy jó, most nagyon pessimista voltam, és nagyon sarkítottam. Tehát, hogy azt, azt nem tehetjük meg, hogyha anyu telefonál, anyu nyomkodja a gépet, anyu nyomkodja a tabletet, akkor a gyerek azt nem csinálhatja. Mert hogy mint a követők vagyunk, és azt szeretné a gyerek is csinálni, amit az édesanyja meg az édesapja csinál. És azt sem tehetjük meg, hogy elzárjuk a gyereket, és egyfajta üvegkalickában tartjuk, hogy próbáljuk megóvni a valóságtól, hiszen ez a valóság. Tehát amikor bejöttem az előadásra, nyomkodtam még egy kicsit a telefonomat, és valószínű, természetesen nem művészúr úr előadása alatt, de a teremet elhagyva, valószínű ugyanúgy fogom nyomkodni a telefonomat. Tehát nem tehetjük meg azt a gyerekekkel, hogy ettől minden esetre és mindenképpen próbáljuk őket megóvni. Hiszen ha nem tudják az eszközöknek az alapbeállításait, az alapdolgokat kezelni, akkor bizony az ezzel járó veszélyek ellen sem tudnak felkészülni. Tehát valamilyen ö, óvó, de azért nem csak korlátozó nézőpont lehet szerintem az, az, az igazság nem oda át, hanem valahol középen van, ami szerintem ebben az esetben helytálló lehet. Köszönöm, még még egy a A gyerekek sokszor sokkal hamarabb tudják, mint a szülők, hogy hogyan és mit kell működni, és hogy mi a kíván magyarul, annyi vagy akkor nem értesz hozzá, hogy én megcsinálom. Én én van, a Igen, ezt akartam mondani, ez nem a esetében, hanem a nagyi, nagyi papa esetében igaz. Azt mondják, vannak ezzel kapcsolatban kulturális kutatások, és azt mondják, hogy egyfajta kulturális változás vagyunk benne, hiszen a, a korábbi ősi kultúrákban egyrészt az volt a jellemző, hogy az idősebbektől, a tapasztaltabbaktól tanultak a fiatalabbak. Például, hogy kell bölényt vadászni, apával elment a gyerek, megtanulta, hogy hogy kell a bölényt ledöfni, hogy az megfelelő legyen. Idősebbtől tanult a fiatalabb. Aztán volt egy másik jellemző kultúra átadási mód, a kortársaktól való tanulás. Ez most is jellemző, kamaszok egymástól tanulnak, nem anya a minta tovább, hanem, hanem, a kortárs, de ez a felnőtteknél is igaz. Tehát egy új munkahelyen, hogy álljuk meg a helyünket, a kortársainktól tanulunk. És ezzel szemben logikusan van egy harmadik kultúra átadási mód, amikor a fiatalabbaktól tanulnak az idősebbek. Tehát az Életben kevésbé tapasztaltaktól tanulnak a tapasztaltabbak. És ez a fajta változás van most folyamatban, vagyis a digitális eszközöknek a használatát nagyon gyakran a fiatalabbak tudják megtanítani az náluk idősebbeknek. Ez nem teljesen új dolog, tehát ez már a kazettás magnó idején is így volt, vagy később a VHS idején is így volt. De azért sok esetben gyorsabban alkalmazkodnak a fiatalok a változó technológiához, és azt a bizonyos próba-hibázás módszert sokkal könnyebben alkalmazzák. Kipróbálom, nem működik, megpróbálom máshogy, és egy idő után működni fog. Ezt a felnőttebbek talán egy kicsit a rugalmatlanabb gondolkodás miatt nem képesek már megtenni. Tehát egyfajta változási folyamatban vagyunk, és azt szokták mondani, hogy ezáltal megváltozik a tekintélynek a szerepe. Korábban annak volt tekintélye, aki az információnak a birtokosa volt. A tapasztaltabb az idősebb. Most kinek van birtokában az információ, ha az nem élettapasztalatot jelent, hanem csupán az eszközkezelésre vonatkozó információt a fiatalabbnak. Azt hiszem, hogy ez is egy új kulturális változást jelent. Rövid leszek, de velős. Okos telefon, online. Van előfizetés sem? Mert csak akkor van. Van térerő? Van szabad wifi? Hogyha nem fizetek elő, mert nem okos telefonom van, csak tablettam. Tablettom. Én úgy szeretem, amikor is söpörgetnek. Én is vettem egy tablettot, már söpörni is. De szóval a rádióban www.hu közte, amit akar. Na ja, és ahol nincs térerő, meg nincs internet, az akkor mi a ferde bánatot csinál? Rövid volt a velős. Me a kupa Köszönjük szépen. online, www.hu. Valóban nagyon sokat beszélnek arról, hogy minden hatóvá tesszük ezt a digitális kultúrát. És azt mondjuk, hogy ez mindenütt jelen van. De hát persze azért végig kell azt is gondolni, hogy a digitális kultúra elérésének vannak bizonyos korlátai. Vannak bizonyos technikai korlátai, nincs meg az eszköz hozzá, nincs térerő, nincs előfizetés, stb. Tehát vannak egyrészt technikai korlátok. Vannak másrészt fizikai korlátok, mondjuk a térerő hiány is ide tartozhat, vagy bizony vannak Akár Magyarországnak is, de még inkább mondjuk Afrikának olyan térségei, ahol nincsen jelen ez. És persze nagyon erőteljesen hozzá kell venni a pénzügyi korlátokat, nem mindenki engedheti meg magának. Mi itt Magyarországon azt hiszem, és különösképpen Budapesten nagyon kedvező helyzetben vagyunk. És természetesen azt is hozzá kell illeszteni, mint negyedik korlátot, hogy a tudásbeli, vagy az informálódási korlát nem tudom, hogy kell használni, van, de nem tudom, hogy kell használni, is nehézséget jelenthet. Tehát azért a digitális technológia, bár nagyon szeretjük azt mondani, hogy omli potens, és mindent megold, és mindenütt ott van, hát azért nem minden esetben mindenható. Doktor Soproni Jolán vagyok. Amikor hallgattam az előadást, először arra gondoltam, hogy aki ezekben a rövidítésekben nagyon otthon van, az vajon hány órát internetezik, az vajon nem lesz-e függővé ettől. Aztán, ahogy hallgattam a hozzászólásokat, az jutott eszembe, hogy én öregszülőként, 41 évesen szültem egy gyereket, a másodikat. Nyolc évet minden pillanatot beleraktam az ő érzelmi nevelésébe, mesébe, énekbe, mindenbe. Tíz éves korától teljesen önjáró lett, a internet világába teljesen otthonos, és mindaz, amit beletettem az első időben az ő személyes nevelésébe és kapcsolatába, az azt az eredményt hozta, hogy nem jár az interneten a tilos oldalakon, hogy kiszűri az összes veszedelmet, hogy mindent nagyon-nagyon pontosan használ. Tudja, hogy az anyukám a 20. századból itt marad, de, de nagyon kedves. Én pedig megpróbálok flexibilis lenni, és alkalmazkodni hozzájuk, mert azt látom, hogy ha én lezárom ezt a mezőt, akkor kizárom magam az ő életükből. És Végső soron lett egy olyan ötvözet, hogy azért, azért lexikális tudásod is legyen gyerekem, mert mi van egy áramszünetnél. És akkor azt mondja, hogy igen, te abban az időben voltál gyerek, amikor sokszor elment az áram, de mondom, mégis, mégis azért szereztem két diplomát. Tehát azért legyen, ne csak úgy, hogy felszaladsz az internetre. És akkor kommunikációs szakembernek készül, és akkor azt lehet mondani, hogy, hogy gyakorlatilag minden a helyén van. Úgyhogy ez csak azoknak, akik kételkednek, vagy azt hiszik, hogy ebből csak rossz lesz. És igen, egyébképpen a világ rohan, angolul tudni kell, és, a, és, és pillanatokon belül van Ausztráliába, az USA-ba, ott tamott, és ez a jövő. Köszönöm. Köszönjük, köszönjük szépen ezt a nagyon jó példát. Valóban a, a nevelésnek a, a szerepére érdemes itt felhívni a figyelmet. Csak egy példát hozok erre. Diákokkal, elgondolkodtunk azon, hogy miképpen lehetne a gyerekeket, a 19-20 éves diákjaim gondolkodtak azon, hogy miképpen lehetne a 6-10 éves gyerekeket megóvni az internet veszélyeitől. Tíz csoportban dolgoztak, és tízből kilenc csoport azt hozta ki elsődleges megoldásnak, hogy a szülővel való kapcsolat nagyon fontos triviális a megoldás, de arra számítottam, hogy azt mondják, hogy valami programot föltalálnak, alkalmazást kitalálnak, szűrjünk, tegyünk ezt, tegyünk azt, csináljunk gyerek számítógépet. Voltak ilyen megoldások is, de mindenki azt hangsúlyozta, hogy a szülővel való bizalmi kapcsolat a legfontosabb, és nagyon köszönjük ezt a, ezt a, jó példát. Köszönöm szépen. Mi pedig köszönjük még egyszer dr. Veszeszki Ágnesnek a remek előadást, és uh, most visszamegyünk analóg módba és offline módba. És hogy a legelső kérdésre azért, mielőtt fölkérem művész urat válaszoljak, azt gondolom, hogy minden nyelv védő attitűdje mellett Kosztolányi nagyon élvezné ezt az élő nyelvnek, ezt a mozgását, aki halálos betegen a kórházi jágyon, képes volt még leírni azt a szót, hogy gész csókolom. Azt gondolom, hogy igen. És akkor nagy tisztelettel fölkérném Bodrogi Gyula művész urat, hogy a nyelv és a játék viszonyában meséljen nekünk. Foglald el helyet. Köszönöm. Nagyon nehéz ezt egy tudományos előadás után tulajdonképpen mindjárt rombolok is. Hát én például az előbbit figyeltem a dolgokat, és volt ez a kis Egyetlen egyet sem találtam el. De azért most bejelöltem, hogy melyik a jó, mert azt azért megkaptuk. És ezért ez nagyon szerencsés, nekem ezt elviszem. És legalább ezt a hatot fogom tudni, mert megtanulom. Én is úgy vagyok vele, hogy az unokáimmal leginkább akkor beszélek. Akkor hívom föl őket kétségbeesve mikor vagy a telefonomat, vagy a számítógépet meg kell csinálni. Most ez nem azt jelenti, hogy elromlott, hanem azt jelenti, hogy nekem fogalmam nincs. És a Bence unokám, az már 16 éves lesz most, október 23-án forradalmi gyerek. Igazán a másik meg július 14. A lány. És ő nagyon finom és nagyon szeretnek engem. De amikor kérdezek valamit a számítógéppel kapcsolatban, mi, hát gondolom még itt, ha egy körülnézek, az egy párunknak még van ilyen gondunk, akkor azt mondja, hogy papa. Mindenki azt mondja, hogy hogy lehet valaki ilyen hülye. Mert az rendben van, hogy nem ér. na de hogy esse. Mert az, mit tudom, hogyha valami nem tudom, milyen nagy gülmű de hogy ezt se tudod. És akkor nem, nem rossz indulatból leül a számítógéphez, és az jó. Na, tessék. Mondom, de hát arra kértelek, hogy taníts meg. Hát akkor tessék. Na, itt van. Úgyhogy én már ezt a részét föladtam a dolognak. És maradok az én kedves régi gondolkodóim és verselőim mellett Romhányi József, akit gondolom mint mindenki tud róla, de egy-két versét azért választottam ki, mert olyan módon játszik a szavakkal, olyan módon poentíroz, hogy a gondolat is benne van, a szóhasználat is benne van, azt mondja, hogy a teve fohásza. Monoton üget a süppedő homokon a sivatag lova, a tétova teve tova. Hátán rezegve mozog a rozog a kúp alakú púp. A helyzete nem szerencsés. Apró szemcsés homokkal telve a füle, a nyelve. Sóvárszeme kutat-kutat, még öt-hat nap kullog baktat. Az itató tavatávol, távol, s oly messze még az oázis. Erre utal az alábbi fohász is. Tevék ura, te 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 <coughs> na, 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 na. <coughs> te tevé, tevévé engem eleve. Te veled nem ér fel teve tevefej tétoba veleje te terved veté a tevebedelő tavat tavaj távol, de tévednél vélvén vén híved nevet feledve, elvetemedve vádol. Nem. Vette te vele... Na. Vedve, vitte te hova tovább tova, mivel levet, vert vederbe feltekerve, nem vedel veled betelve a te tevéd szenvedelme. Te nevedbe legyen eme neveletlen, tevetetem eltemetve, és evezzevel ava teve, level kivét, kivi level teve. <laughs> Marha levél. Egy tehén szerelmes lett a szép bikába. Minden vad bikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marha levélben eképpen. Hatalmas barom! Bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom. Tudom, mi elfoglalt, milyen megbecsült ön. Mégis tollat ragadott csülköm hogy amit a marha nyelv elbőgni restel, így adtam tusztára. Mester, ön ismerve jól a tehén szív rejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörül körül őgyeleg. Muhu! Minden bikák közt legelőkelőbb midőn megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett felsálomban, s úgy éreztem kéjoson, keresztül a rostélyoson. Muhu! Hogy forta a vér a szívembe, hogy tódult a bélszínembe, az a perc, mit ön velem tölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám míg önről ábrándozom kérődzve, vad féltés öl a szívemig férkőzve, és átjárja ó, mind a kín, csont, velős csontom mócsingjaim. Bár bánom e merész vágyat, is, ön büszke tenyész állat, Csupa gőg, Mely után az egész tehén csorda bőg, De ne féljen bikaságod, Ha nem szeret, félreállok, Nem fog látni levert búsnak, Mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi a levelet, És megszánja az önért égő tehenet, Válaszoljon hamar rája, Üdvözli önt a marhája. Íma a levél, ráírva kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte, de a postás kiszaszony nem vette föl. Egy költői vénától jól becsípett bolha, önéletrajz regényt nekem mondta tolba. Születtem dolhán, egy kutyán, 12-ben Gezarul után. Atyám is sorban élt egy lobogós gatyán. Anyám egy cipész vérét kicsi átment a kisiparba. Kiskoromba elláttam már bolhai tisztemet, s a csípésem jelentősen viszketett. Lakó kutyám egy kis pulipintyó, mint jósuba betakart. De többek akart, ifjú vágyom már tavaszra, átköltöztem hát egy tágasabb kuvasra, mely nem soká a plébános lett. szemem előtte át már a papi lebegett. A lelkem felkészült s a tornácon, hol este a ült, magam is reverendába bújtam ám az új tan sajámborság nem kötött le sokáig. Megláttam másnap a szakácsnő bokáit. Fogtam magam, s kiugrottam. De csalódtam benne, sós volt és lagymatag. Az örökös hagymaszak tönkretette a gyomrom, és olyan testes volt, hogy féltem a gyonnyom. Nem maradtam egy estet sem Megszöktem egy sekrestésen. Aki velem a kocsmába tántorgott, magához vett a kántor ott. S hogy lett anyám egy nadrágja, Ez a kis út nagy dráma a kántorné életében, én megértem. Így kerültem iskolába, amit néhány diákban tisztességgel kiártam. Tanulni ugyancsak ritkán akarózott, de mivel az osztály sűrűn vakarózott, szavamra valamit mégiscsak szívhattam magamba. Érettségi vizsgákon én átmentem az elnökre. Felnyögve kaparászott utánam, s bár az ízét utáltam, mégis pályám érdekében addig benne éldegéltem, amíg a régáított fővárosba szállított. Az elnök egy kis színésznőt szeretett, így kaptam szerepet. Az egyik színpadon, de nem szerepeltem soha a színlapon, mert atyám tanácsa mindig bennem marad. Sose engedd kinyomni magad. Színésznőm illatos szoknyáján intázva jártam a színházba. Az öltözőpad alatt én is mindig jól kicsíptem magamat, ám az én művésznőm felelőtlen, fruska, ráerőszakolt egy színi kritikusra. Azt hittem vérembe megy most egy éz értelem, de rágos volt fanyar, avas és vértelen. Ezért ugrottam át önhöz néhány napra, többi rajongómat inkább megváratva. Csináljunk most együtt egy jó csípős darabot. És ezzel a bolha jól belém harapott. Akkorát csaptam rá, hogy hasadt a paplan. Hogy ugrott el mégis? Megfoghatatlan. Veszítve a nagy lakomát riadtam, megnekült az ablakon át, tovább egy kóbor ebben kutyagolva, és lett, ami volt, kutyabolva. Hát ezeket hoztam a... És a másik kedvencem az József Attila. És azért hoztam ezt el, hogy ő ugyanígy tud játszani a szavakkal. 32 éves lettem én, meglepő, mondhatják velem, meglepetése, költemény, csecse, becse. Ajándék, melyel meglepem, e kávéházi szegleten, magam, magam. 32 éve elszelelt. havi 200 még sose telt, hazám, hazám, lehettem volna oktató, nem így töltő, oktató, szegény. Legény. De nem mentem, mert Szegeden eltanácsolt az egyetem. Fura, ura, Interme gyorsan nyersen ért, a nincsen apám versemért a hont, kivont, szabjával óvta ellenem, ide szellemem hevét s nevét. Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanáre főttek én, gagyog s ragyog. Ha örül Horger Antal úr, hogy költők nem nyert, tanul, e ekély, én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon, Dani, Dani, köszönöm szépen! És még egyet szerették, ez is József Attila. Ez nem annyira a játékosságáról, vagy játékosságáról az, az én telefonom ez egy nagyon érdekes dolog. Minden próbán megszólal. Van, amikor fellépek, a színpadon megszólal. És pedig én mindig úgy gondolom, hogy én ezt rendben lehalkítottam. Most volt már olyan, hogy egy előadásnak az egész banket költségét én fizettem. Mert a rendező elhatározta, hogy akinek megszólal a telefonja, azt fizet. És én szinte minden. Kíváncsi vagyok, hogy ki volt az. Ki az, aki tudja, hogy ez. Ez a vers, ez nem játékos, csak azért mondom szép lassan. Biztos, hogy olvasták, hallották, már tudják, ismerik. De hogy mennyi minden gondolat van a szavak mellett mögött, alatt. Az éjjel hazafelé mentem, éreztem bársony nesz inog. A szellőzködő lágy melegben tapsikoltak a jázminok. Nagy álmos dzsungel volt a lelkem, s hártak az utcán rám csapott, amiből eszméletem nyelvem származik, stáplálkozni fog. A közösség, amelye részeg, ölbecsaló anyatermészet férfi társaként él, komor munkahelyeken káromkodva, vagy itt töpreng az éj nagyodva mélyén, a nemzeti nyomor, ezernyi fajta népbetegség, a csecsemű halál, árvaság, korai öregség, elmebaj egyke és sivár bűn, öngyilkosság, lelkiresség, mely hitetlen csodára vár. Nem elegendő, hogy kitessék. Föl kéne szabadulni már. S a hozzáértő dolgozó nép okos gyülekezetébe hányni vetni meg száz bajunk. Az erőszak bűvöletében mit bánja sok törvényhozónk, hogy mind pusztul el szép fajunk. A földes akinek sérvig emelnek tönköt gabonát, csákányosokkal puszta térnyit, szétverett falut és tanyát, s a gondra bátor okos férfit, ki védte menthetlen honát, mint állatot terelni értik, hogy válasszon bölcs honatját. Cicáznak a szép csendőrtollak, mosolyognak és szavatolnak megírják, ki lesz a követ, hisz nyíltan dönt, ki ezer éve magával kötve, mint a kéve, sunyít vagy parancsot követ. Sok urunk nem volt kábarest, Birtokát óvni ellenünk, s kitántorgott Amerikában másfél millió emberünk. Szíve szorult, rezgett a lába a csargóabon tűnt emlékezően is okádva, mint aki borba folyt be bűnt. Volt, aki úgy vérte kolomszól, társak aki tudta így bolontól pénzt, eztán se lát a család. Múltunk, mint össze van torlódva, s mint szorongó kivándorlókra, ránk is úgy vár az új világ. A munkásnak nem több a bére, mint amit maga kicsikart. Levesre telik meg kenyérre, s fröcsre, hogy csináljon ricsajt. Az ország nem kérdi, mi végre engedik meggyűlni a bajt, s miért nem a munkás védelmére gyámolítják a gyáripart. Szövőlány cukros ételekről álmodik, nem tud kartelekről. És a szombaton kezébe nyomják a pénzt, a büntetést levonják. a rajcál, ennyiért dolgoztál, nem épp semmiért. Retteg a szegénytől a gazdag. És a gazdagtól fél a szegény. Fortéos félelem igazgat minket, nem csalók a remény. Nem adna jogot a parasztnak, kirága rág paraszt kenyerén, s a summás sárgul, mint az asztag, de követelni nem serény. Ezer esztendő távolából, hátán kis batyúval kilából a népségből a népfia. Hol lehet altiszt, azt kutatja, hol ott a sírt, hol nyugszik, atya, kellene megbotoznia. És mégis, magyarnak szám kivetve, lelkem sikoltva megriad, édes hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hűséges fiad, totyogjon a kibuksi medve, láncod, nekem ezt nem szabad, költő vagyok, szólj ügyészedre, ki a tollamat, adtál földművest a tengernek, Adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak, hogy mi ne legyünk német gyarmat. Ha írjak szépet, jót, nekem add meg boldogabbé nekem. Ez a, ez a kedvenc versem. De hogy mondtuk, hogy játék, meg hogy van ez az? szavakkal, és a elején, amikor itt elkezdtem olvasgatni a románi verseket, hát ugye belebakisztani a, a dologba, beszéljek ide, nem hallani ott ad, és eszembe jutott, hogy milyen különös dolog a játék, amikor, amikor nem játszunk a szavakkal, hanem a szavak játszanak mi velünk. Mert volt egy színdarab. És ilyenkor, hogyha valami ilyesmi baki van, akkor az nekünk a legnehezebb a színészeknek, mert mi tudjuk, hogy mit kellett volna mondani, és mit mondott helyette. Na most a közönségnek kellene nevetni rajta, de gyakran, ha ő is észreveszi, akkor nevet, és bár boldogan, nyugodtan, de ha nem, akkor csak mi nevetünk. Azt meg nem lehet. Nem, mondja, hogy egy, egy, példa, ahol a közönség is. Márki Géza kollégám játszott egy őrmestert, mi játszottuk a betörőket, és így akkor fogott el bennünket, és az volt a szövege, ez a darab vége felé volt. Jelentem, elfogtuk őket a Szegfi utca és a Rezed a Fasor sarkán. Na tessék, mintha ott lettek volna, mert sejtik. Gézám drága, összekapta magát, és azt mondta, jelentem, elfogtuk őket, a segfűc. És hirtelen megzavar, és gyorsan, és a nezed a faszor farkám. Őrület. <laughs> Őrület, annyira, annyira hatott ránk, Gobi Hilda volt a főbetörő. Hogy egyszerűen kiürült a rendőrség. Be Betörőség, de. És mikor bejöttünk, összeszedtük magunkat, akkor a közönség nevetett föl. Mikor a közönség ez akkor meg mi? Úgyhogy bejött az ügyel, és azt mondta, vége. <laughs> és ez, a, ez az egyik változata a, 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 a borzasztó nevetés. A másik változata, amikor a politikai darabot játszottunk. Régebben volt egy ilyen darab, merénylet, ez volt a címe. És arról szólt, hogy Lenin elvtársat két talál, merényletet követtek el ellene, és két találat érte. És mi ültünk 14 ilyen népbiztos színpadon, hát már asztal előttünk szembe a közönséggel, már egy veszélyes helyzet. Politikailag, már veszélyes helyzet. Mögöttük volt egy ilyen, és ányképben két orvos operálta a Lenint, hogy kiszedjék belőle a lövedékeket. És ugye, ahol mi beszéltünk, hol az jött az ánykép. És az egyik előadáson az egyik Orvos felkiált, megvan, megvan, itt van, itt van az egyik lövedék. A téri öcsi volt a másik, akkor idősebb volt és egy kicsit már ragokkal problémája volt. Megvan itt az egyik lövedék, mire az öcsi. Na jó, de hol a másik golyója? <laughs> Na most a közönség nyugodtan nevethetett, Na de mi nem röhöghettünk, Lenint operálják, mi meg Na a másik az a Gobbi Hildával volt, na ott, a közönség nem tudta, hogy sajnos csak mi tudtuk, hogy mi. Ugye úgy ültünk, hogy így az asztal két oldal, ő ott ült, én itt ültem, pont szembe ült velem. És egy nagy monológia, mit tudom én, a buzatermelésről, vagy nem tudom miről, majd leült, előtte volt egy papír, és akkor építette a lányfalusi Visegrádi házát. És mivel hosszú szünete volt az új végszóig, írta össze, hogy kinek mennyibe tartozik. Hogy asztalos, ennyi, lakatos, ennyi, és ezeket így írta. Aztán aláhúzta, hogy összeadja, hogy mennyi. A végszó elhangzása után neki az volt, az, hogy fölállt és azt mondta, elvtársak, ezt a kérdést vérontás nélkül kell megoldani. Ez volt az eredeti szövege. És így aláhúzta, összeadta, én így néztem, hogy egy óriási összeg jött ki. Ő is csak így nézte a én... Majd elhangzott a végszó, fölállt és azt mondta, hogy elvtársak, ezt a kérdést tömeges vérontással meg tudnám oldani. <laughs> ez, ez a világ. Hát ott, ott szétrágtuk az arcunkat, a közös élet, hát mit lehet tudni, hogy a népbiztosok akarnak ott valakit megölni. De mi tudtuk, hogy miről van szó. <laughs> ez, ez a, a, a szavak, játéka, na aztán van, amikor, na az, az egy, az egy disznóság. Mert ilyenkor, mikor olyan veszélyes a helyzet, akkor gyakran csináljuk azt, hogy valami olyasmit beszúrunk, vagy amitől tudom, hogy a többi nevetni fog, ugye a fegyelmi, meg büntetés, meg minden. És azért azt megcsináljuk, hogy azért a másik neki kicsit rosszabb legyen. És, de ez is ebbe a merényletbe volt, hogy Lenin citrom kell. Lenin neftársak citrom kell. Jaj, náj, hát, ott a telefonáljatok az amerikai követség. Már őnek is szóltunk, de nekik sincs citrom kell. És így összejöttünk, a mindegy át tudom így mondani. Összejöttünk így 14 vagy 13. De biztos? Lenin nevtársak citrom kell. És a bújtorpista az ember így beállt háttal a közönségnek. velünk mondjuk, mondjuk itt vagyunk mi és velünk szembe, és mi nyomtuk ezt a süketet, hogy citrom kell, lenyületások, citrom kell, citrom kell. Benyúlta a bőrkabátja zsebébe, kivett egy citromot, és halkal nekünk, nekem van, de baszokod oda. <laughs> hát, Ennyit tudok a szavakról, a szavakról és a játékról. Ennyit a kedves megjelentek. Köszönjük szépen Bodrogi Gyulának, a nemzet színészének igazán színes közreműködését. És én közben azon gondolkodtam, hogy össze is kössük a két előadás produkciót, hogy a vers, há, a rímhányó romhányi azért biztosan egészen másra gondolt, mikor azt mondta, hogy ne hagyd magad kinyomni. És akkor átugranék, mint hogy az idő is egy picit elszaladt az est utolsó részére, mint egy 10 percben, nem hosszasabban, uh, már elhangzott többször Vörös Sándor kéziratokról lesz szó röviden. Azzal kezdeném, hiszen nem szeretnék egy teljes pályaképet adni, még véletlenül sem vagy egy egyetemi előadást tartani, hogy uh, talán kevesen tudják, Vörös Sándor az Országos Széchenyi Könyvtárnak is munkatársa volt. Pályáját, könyvtárosi pályáját, Pécset kezdte, onnan Székesfehérvárra került, és onnan került föl Budapestre, 1943-tól dolgozott az Országos Széchenyi Könyvtárban. Ettől függetlenül a kéziratok, amelyek itt láthatóak mellettem, talán egy picit, hogyha a fényt lejjebb vesszük, akkor lehet majd látni a kivetítőt is. A kéziratok, amelyekről most csak akkor részlegesen fogok beszélni, ezek nem így maradtak ránk. A kézirattárunk őrzi ezeket különböző hagyatékok révén. Én többször Tettem fel azt a kérdést diákjaimnak egyetemen, hogy mit gondolnak a vörösi költészetről, és volt, aki természetesen fölmondta a leckét, hogy késő modern poetika a nyugat harmadik nemzedékének nagy alakja, talán a legjelentősebb alakja de nagyon sokan azt mondták már, hogy tulajdonképpen posztmodern költő. Tehát a mai legnagyobbaknak, Tandorinak, Eszterházinak, Kovács András Ferencnek igazából előképe ő, és azért mondom mindezt, mert az ő esetében a művek szerkezete és mondani valója, a nyelv, a nyelviség, az mindenképpen elsődleges. A zeneiségről is beszélhetnénk, hiszen tudjuk, hogy kodájjal való együttműködése, vagy az együtt közösen végzett munka Alatt erősödött ez fel, és hát ugye jó barátja volt Hambas Béla is, aki révén is tulajdonképpen a vonzódása a mítoszok kulturális rétegéhez már nagyon korán, mint egy 25 éves korától erősen érezhető. Én ugyanakkor azt is mondanám, hogy nem csak Hambas, hanem leginkább Tolstoy és Gandhi az ő szellemi rokona, hiszen ő nagyon sokat utazott, hajózott Kínába, Szingapurba, távol keletre is eljutott, és hát ezek az utazások nyilván a költészetére is hatással voltak. Azért mondom mindezt, mert a legelső kötet, amit itt bemutatnánk, ez a Teremtés Dicsérete. Ez egyébként azért érdekes, mert Babics Mihály feleségének, Török Szofinak ajánlotta, olvasható benne egy dedikáció az estvégén, majd akik kíváncsiak rá, hogyan szoktuk, kivesszük a tárlóból, és itt most meg is lehet majd ezeket tapintani. Ez a teremtés dicsérete kötet, ez két szempontból is nagyon fontos, az egyik, hogy a záró verse az a bizonyos harmadik nemzedék, amit hát ugye 38-ban, 25 évesen tulajdonképpen Vörös már butaságnak nevez. Hogy a nemzedéket, azt mondja, olyan sokan vagyunk itt, Jékeli, Vörös, Vas István, sokan-sokan, sokan, akiknek nem lehet összemérni a költészetét egyáltalán. Uh, és a másik amiatt, hogy itt elhangzott többször a már Kosztolányi neve, Kosztolányi játékossága mellett ő igazából mesterének Babics Mihály tekintette. Itt látható majd két levél is, Török Szofinak és Babics Mihálynak, ő valóban is mesternek hívta Babicsot, úgy is szólította, ír két levelet, amire most időhián nem térek ki, ami arról szól, hogy remélem, hogy a mester már jobban van, és boldog karácsonyt kívánok a mesternek, és küldöm újabb verseimet a nyugatba. De ami miatt leginkább itt ma este természetesen őre esett a választás, miközben a kollégákkal gondolkodtam, hogy mit állítsunk ki a varázsgömbben, és külön köszönöm Szita Gábor kézirattáros kollégámnak még a segítségét ebben a munkában, az a játék, a játékos versei, a sokszor gyermekversnek titulált versei vörösnek. Ugye itt rögtön mutatok két kötetet, a Búbitát két kiadásban. Az első az ifjúsági kiadó, könyvkiadó révén Hinzgyula Gyula rajzaival jelent meg, ez szintén látható itt a tárlóban. A másik pedig ugye a e, Móra kiadóban nagyon-nagyon sok kiadást megjelent kötet. Azt szoktam mondani, hogy játékversek és versjátékok mind a kettő jellemzi e, vöröst. Ugye a Búbita kötet az egészen apró miniatűrökben is megfogja, megidézi a teljes világot, ezt a teljességre törekvést, és hát tudjuk, hogy gyermekversekként terjedtek el, de nem annak íródtak, és nagyon fontos mondani valójuk, szerkesztésük, rím és ritmus képletük van, igazából a lüktetés az, ami megfog bennünket már óvodáskorunkban. Nem kell mondanom a varázséneket, az őszi éjjel a galagonyát, vagy a csiribirit, vagy magát a bóbitát, amiről már volt itt az egyik könyvtárlaton is egyszer egy előadás. Ugye az, hogy a, a gyermekeket megkérdezzük a versről, magáról, akkor egy bizonyos gézamalacot idéznek föl. Hát nincs gézamalac a versben, de hát azt ők nem értik, hogy szárnyati gézamalacra. A géz, a malac, az megmarad minden óvodásban, és hát nyilván mi sem értettük annak idején magát, a verset és annak a mondandóját, de azért a ritmusa, a lüktetése az úgy magával sodort. És ugyanígy mondhatnám a, a ugyanebből a kötetből a kutyatárt, vagy a haragosit. Ugye a kutyatár sem gyermekvers, de hát ki ne tudná folytatni ugyanúgy utánam, hogy Haraputca három alatt megnyílott a kutyatár. És hát ugye versjátékokról is beszéltem nagyon röviden, ennek kiinduló pontja nyilvánvalóan a nyelvel való játék, ugyanúgy a ritmusjátékok, az olyan táncdalokat, mint a panigai, 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 ű, panigai, ű, és nem csorolom. És hát ugye vörösnek köszönhetjük az egyszavas verseket is, vagyis a 20. században mondjuk az olyan legtömörebb magyar költeményeket, mint a tojásét. Azért mondom mindezt, mert a költő útmutatása szerint, vörös útmutatása szerint idézem a jó vers élőlény, akár az alma. Egy s ezer jelentés ott, és akkor fakad belőle, amikor nézik, tapintják, ízlelik. Vörös akkor írta mindezt, egyébként az a vörös, akiről sokan elfelejtik, hogy a vers születése címen doktori diszertációt is írt akkor, amikor már három verses kötete egyébként megjelent. Akkor írta mindezt, amikor a 20. századi modern hermeneutika alaptétele még nem volt Magyarországon legalábbis ismert, itt még főként a strukturalizmus hatott, és amikor Hát Heideggernél már az az alaptétel megszületik, hogy a szöveg jelentése sohasem egy objektív, mindentől független tény, hanem, idézem őt, a nyitottság és az elrejtőzés, a megnyílás küzdelme. Azaz a jelentés egy versben, egy szövegben, egy művészi szövegben, vagy bármilyen művészi alkotásban az nem van, hanem történik. Ez az ízlelés, ez az alma-szerű ízlelés, tapintás, párbeszéd, folytatás, ez ugyanilyen fontos Vörösnél is és hogy azért tovább menjünk gyorsan, ne csak a szövegekkel foglalkozunk, mielőtt bárki megijedne, hoztam egy versjátékot, egy versversenyt is, ezt kevesen ismerik, Rúnai György és Vörös Sándor játékos verspárbaja 60 éves korukra. Ők 1913-ban születtek mind a ketten, tehát egyszerre voltak 60 évesek, úgy értem ugyanabban az évben. 1973 és ápril, áprilisa és novemberek között született ez a két vers. Itt látható a vörösféle kéziratos vers, kötetbe ez úgy került be természetesen, hogy Rónai Györgynek, itt még olvasható, hogy Rónai Gyurkának, hogy jobban olvasható legyen, kiírtam. A hatvan év, mit mindketten megértünk, nem jelenti, hogy gyümölcsként megértünk. Azt sem, hogy már mindent bölcsen megértünk. Legfőjebb egy garast mégis megértünk. Ugye nem kell mondanom, hogy e, itt az érni és az érteni e, kettőssége nyelvi virtuozitása mennyire látható, és visszaviszem egy percre, hogy lássák az aláírást is, Isten áldjon szeretettel, Vörös Sanyi. Erre várt Vörös válaszverset, és kapott is. Rónai György válasz strófája, ezt itt csak nyomtatott rónai kötetben tudjuk megmutatni. Az eredeti az a szerencsénk, hogy a rónai hagyatékban maradt ránk a Vörös Sándor kézirat. Nagyon ritka a Vörös Sándor kézirat. Nálunk a Jékeli hagyatékban, a rónai hagyatékban, Babics hagyatékban maradtak meg az itt bemutatott kéziratos anyagok. Így szól a válaszvers. 60 évet, ha megértünk, legalább már annyit értünk, ami kárért, az is értünk. Sebeinkből lett a vértünk. Azt gondolom, hogy ez is zseniális. Mindkét vers levelező lapon született, 1973. április 27-én a Rónainak szánt vers, ami itt látható, tehát még a második kerületi Törökvész utca 3C-ből a Mandula utca 36-ba, ahol Rónaiék laktak. És Vörös november 27-én, ezt is látható itt egy levélben megköszönte ezt a felelet strófát. Itt van a, a, a válasz levele, ez is látható a tárlóban. Külön kiemelve azt írja, hogy köszönöm a felelet strófát, sebeinkből lett a vértünk. Tehát ezt a sort külön erősnek érezte ő is, és azt mondta, hogy hát ez tulajdonképpen külön elismerést érdemel, és euh, még küld mellette három új verset a Vigilia szerkesztőségébe, ahol dolgozott itt a hídon túl a Kossuth Lajos utca 1 Rónai. De ez nem minden, ez 73-ban zajlott, tehát mint mondtam, tíz évvel korábban 63. október 15-én is küld egy levelezőlapot Vörös és Felesége Károlyi, ami az 50, akkor 50 éves Rónainak, Szigligetről lehet látni a szigligeti váromot, és a hátoldalát, ugye itt szintén kitettük, azt írja, hogy kedves gyurkám századik félesztendőd alkalmából, köszönt és tengerjót kíván a másik százféleszű. Ugye, tehát, hogy századik félesztendő végül is az ötven év, és hát a százféleszűt külön magyarázni nem kell. A tárlóban tehát röviden a végére a teremtés dicsérete kötet látható benne, elfelejtettem mondani, nem csak a záróverse fontos, a harmadik nemzedék, hanem a nyitóvers is, a Simon Mágus beszéde, ugye az említettek miatt. A búbita kötet, levelek Babicsnak és Babics Mihálynénak, ez a bizonyos versverseny említett dokumentumai, és nekem egy személyes kedvencem, azt ígértük az est elején, hogy játékosan, komolyan. Egy sírfelirat, ami egy banki szórólapra, amit itt többen meg is kaptak másolatban, egy banki szórólapra készült. Ez önmagában is egy nyelvi játék, mai angol térnyerésnek Safe within a safe. Tehát biztosan egy szépben, vagy biztonságban egy bankban. Ugye a sírfelirat egyébként a. Nagyon híres négy korál negyedik darabjaként jelent meg nyomtatásban. Ugye ez a tűzkut kötet, 1964-es tűzkút kötetnek ö, lett a ö, része. Az eredetiét itt őrizzük a kézirattárunkban, és csak most ezen az estén itt megtekinthető. Ez ö, ö, maga a vers, hogy jobban olvasható legyen, inkább fölolvasom. Sír felirat. Nincs fülem többé, mégis beszélj hozzám. Tökéletesen értelek. Míg éltem, nem érthettelek. Annyi vágyad, késed és sérülésed, annyi rögeszméd. Persze nekem is, két bolond. De ha most kérdezel, gömbölyű csöndem felel. Segítőn átölel, ne is hiányold a beszédet. Ezernyi szóval mit adhatnék? Magamét, nem tiédet. Ugye az a Mély nyelvi réteg, filozófiai réteg, a keleti filozófia hatása, ami annyira jellemző még a játékosan is komoly, az egész univerzumot megfogni akaró vörösre, az ebben abszolút benne van. És hogyha említettem, hogy milyen kötetben jelent meg, akkor végezetül zárásképpen engedjék meg, hogy az említett Tűzkút című kötetnek az ajánlásából olvassak föl néhány vörös sort. Így hangzik. A 40 évnél hamarabb elérkező harmadik évezredbe küldöm könyvemet, egyszer mondom, 64-63-ban született a vers tulajdonképpen. Küldöm könyvemet, nem sejtve, meddig őrzi meg-e- kedv és kedvére való-e remélve, hogy nem pessimizmust és nihilizmust lát az írásokban, inkább kacag a spiritus csempészeten, amit a szellemi szesztilalomnak talán már végetért időszakában üztem. ugyanazzal a derűvel néz majd vissza öreg szemembe, mint én előre az ő kedves, fiatal szemébe. Célom nem a gyönyörködtetés, nem is a szokatlantól írtózók bosszantása, értenek -e? azzal sem törődöm, más takarok. Eleven áramot sugározni, melytől megrázkódik az ösztön, érzelem ész, képzelet szellem, az egész lény. Ne csak az ember olvassa a verset, a vers is az embert. Eddig az idézet. Az értelmezésnek ebben a szakaszában azt gondolom a vers, a szöveg az, amely kérdéseket tesz fel, feladatokat ad olvasójának, ha tetszik, bevonja őt a játékba, és teljes odaadást követel. Köszönöm szépen a figyelmüket! És akkor felhívom zárásképp mindenkinek a figyelmét, hogy három hét múlva folytatjuk a könyvtárlat sorozattal, szorosan kötődve a vershez és a nyelvhez. Nádasdi Ádám lesz a fővendégünk, előadunk, aki fordításról fog beszélni, fordítás és irodalomról, hiszen úgy szólt a felkérésünk, hogy beszéljen az Arany Jánost, bocsán, bocsánat, beszéljen a Shakespeare-t fordító Nádasdiádám, és beszéljen a Shakespeare-t fordító Arany János, hiszen Arany János bicentenáriumot is ülünk. Várunk mindenkit szeretettel három hét múlva, tehát, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a jelenlévőknek, Bodrogi Gyulának, Veszelszki Ágnesnek a jelenlétet. Köszönöm szépen figyelmüket!